A régióban szinte minden labdarúgást kedvelő ember tisztában van vele, hogy ki is volt Horváth Péter, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Tádé. A Szekszárdi UFC hagyományteremtő jelleggel rendezett emléktornát a legendás edző egykori csapatai számára. Első ízbe került megrendezésre a első Horváth Péter Tádé emléktorna. Ugye egy legendás edző volt, mindenki ismerte itt a környéken, az országban, és arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen évente minimum két tornával szeretnénk róla megemlékezni. Ugye ő rengeteget tevékenykedett utánpótlás korosztályokban is, ezért terv szerint minden év augusztus végén lesz egy utánpótlás torna, és minden évben télen pedig, ahol felnőttként játszott, illetve edzősködött, felnőtt csapatoknak egy teremtornát tervezünk majd tartani. Nagyjából 120 gyermek kergette a labdát a nap folyamán, mely során a hagyományos címek mellett kiosztásra került a Tádé díj is, ami a legjobb UFC-s játékost illette meg. A Horváth Péter az egy Szekszárdon egy nagyon ismert játékos volt, nekem volt szerencsém edzőjének lenni, mikor ennyi idős volt, mint azok a gyerekek, akik itt játszanak. Egy biztos, hogy élt-halt a játékérős, ezek a gyerekek ugyanezt a attitűdöt átvennék, ami a Horváth Péternél tapasztalható volt. Egy játékos ember volt, aki a játék, a sport az neki mindent jelentett. Az emléktornán a Paksi FC U12-es csapata bizonyult a legjobbnak, a hazaiak Tádé díját pedig Tusa Csaba, a Szekszárdi UFC U13-as játékosa kapta.